2023-ban a kutyapárt mindenhol ott lesz. Indulok Brüsszelbe, magyar a pénzéért, hoztam egy jó nagy táskát magammal, Nokia-s dobozt, biztonság kedvéért egy euró jackpotot is adok föl. Akkor irány Brüsszel. Üzenjük Brüsszelnek, hogy ők is megértsék. Legyen ingyen a sör és a WC. Amióta az emberek rájöttek, hogy kevesebbe kerül inni, mint enni, sokkal több a dolgom, de valahogy én ezt nem bánom. Éljen az újrahasznosítás, ma is az ingyen sör. Kutya egy év volt. Volt hídlezárás, vágtunk sok fát, osztogattunk WC-papírt, most már menni kell tovább. Főleg, ha visznek. Idén is eljutottam túrázni. Most, egyszer. Talán majd jövőre többször sikerül. Idén annyiszor voltam fent tüntetni, hogy már visszamenőleg híd lett a jelem az óvodában. De legalább a politikusok fizetésért nem kellett tüntetni. Ez is valami. Valaki írja már meg privátba, hogy mikor lesz a kutyatábor. Első két hely, Stiki Stopi. Idén decemberben levelet küldtünk az építési minisztériumnak az új MÁV menetrend miatt. Reméljük, jövőre azért már válaszolnak. Magyarország legnagyobb egészségreformján vagyunk túl azzal, hogy nem kapható cukor a boltokban. Mindent elintéztem Brüsszelben. Feladtam az Eurolottót, Nokia-s doboz megtelt. Jövőre marilizáljuk, amit marilizálni kell. Most már lemondok a Saurus létről. Elegem volt a fajváltó műtétekből, úgyis tilos már. Másrészről a viccről is lemondok. Ha a többi pártra gondolok, mi úgysem rúgunk labdába. Az a helyzet, hogy bebasztam. Sokszor. Sok helyen. A választási eredmények bizonyos szempontból nagyon jók lettek, bizonyos szempontból meg nem lettek olyan jók. De többen lettünk, több lett a passzivistánk, az alkalmazottunk. A gondunk, és elindult az oligarcha program. Jövő karácsonyig összegyűjtök annyi pénzt, hogy beszállhassak az Avex Research közvéleménykutatásba, de egy olyan jól elfizetősbe. Na, ez most vajon félig tele, vagy félig üres? Ilyen élelmiszer és energiaárak mellett soha nem lehetünk biztosak abban, nem fogunk-e megfagyni vagy éhen halni. De úgy tűnik, az utóbbi legalább biztos nem ma fog megtörténni. Idén 3 szavazólapon volt fenn a nevem. Pecsmegye 5 egyéni, MKKP országos a parlamentin, és Szentendre 10-es az időközén. Azért az menő, nem? A választások legmetább tanulsága, sok egyéb mellett, hogy a két farka kutyapártra még hosszú-hosszú élet vár. Szükség az van rá. Szükségem van rá. Idén a második kerületi közösséggel megcsináltuk Budapest első horgolt karácsonyfáját. Gyakorlásnak jó volt. Jövőre lehet, hogy már mi horgoljuk a pedagógusokat, az orvosokat, a postafiókokat, az integritás hatóságot. Ennyi erővel horgolhattunk volna egyből egy új miniszterelnököt. Minden ember ősi álma, hogy maga határozza meg munkájának az értékét, de ez idén is csak a politikusoknak sikerült. Ferencvárosban is egyből a választás után megszavazták maguknak a fizetésemelést, így aztán már jöhetett a rezsi para, maga biztosan tudták követelni a tanárok béremelését.
Én viszont hiába váltottam tanárból politikusra. Az MSZP-től a Fideszig mindenki egyetértett abban, hogy nekem ez nem jár. Így legalább kiderült, hogy létezik olyan közös minimum, ami képes betemetni az árkokat és meghozni a teljes összefogást. Ez is valami. Szerintem 23-ba se fogok megfelelni egyik pártnak se, hát ha kitörne a világbéke. Idén először fordult velem elő, hogy füvet találtak nálam a rendőrök, és emiatt egy elterelésnek dologra kell járnom, aminek az a lényege, hogy visszavezetődjek a társadalomba. Utóbb kiderült, mindezt e-mailben is lehet csinálni, arról még egyeztetünk, hogy különböző tartalmú e-maileket kell-e küldenem, vagy jó-e mindig ugyanazt. Remélem, jövőre is találhatnak majd nálam füvet a rendőrök. Hát mindjárt elpölgöm magam, olyan édesek. Benne vagyunk? Aha. Való. Nem mozgass, mert szomszédokos stílusra. Mit csinálsz? Hát ezzel nem lesz egy figyelj. Hány másodperc lett?